Na, sziasztok! Hát, nem is tudom, ha hagytok abba. Nagyon rég nem játszottam már az Arkkal. De valószínűleg belépés után sikerül majd fölvenni a fonalat. Ha csak nem halállal és ágy nélkül ébredek. A halál része azt hiszem stimmel. Ágy, bázis, aha, tudom melyik ez. Úgy látszik, azt még meghagyták nekem. Itt volt, amikor elrepültem ejtőernyővel és bementem a radioaktív területre. És aztán elhatároztam, hogy a vasig meg se állok. De azt hiszem nem sikerült odáig eljutni. Pedig már nagyon kéne egy kis fejlődés. Hüle sötét van. Csináljunk egy kis fényt. Nézzük csak. Hajnal 3, nem sokára reggelig, de azért nyomunk egy gammát. Jó, és nézzük meg, hogy miből élünk. Itt még a lopott szajré megvan. Itt nem sok mindent hagytam. Arra kéne lefelé menni majd. És nézzük a historit. Mi történt legutóbb? Ó, a hajómat elsüllyesztették. A bulldog pedig automatikusan meghalt. És a hajó is automatikusan elsüllyedt. Ezek szerint, ha nem vagyok aktív pár napig, akkor megsemmisülnek is. Ezek is automatikusan megsemmisültek. De érdekes. Tyha. Akkor az ember vagy játszik folyamatosan, vagy elbukja az utcait. Bár mondjuk én elég sokat hagytam ki. Na, mivel itt nem sok minden maradt. Valami mászkál ideként, kicsit felhangosítom. Halljátok? Na, most. Sok is. Hát elég hangos lett egy pillanat. Na most talán jó lesz. Én vagyok egy kicsit halk talán. Így. Egy-két, jó. Szóval hallottam egy trappolás, de szelídnek tűnt. Így a hangja alapján. Paraszaur talán, vagy valami kis cammogós állat. Ja igen, itt vannak benne a fal mögött. Hangkiló. Hát az ott pont nem egy szelíd állat, de ez volt az. Itt az Ankyló. De még ilyet, hogy ezek ide beszpanolnak a falba. De szívesen bemennék oda. Lehet, hogy fentről potyognak be. Hát pedig ott is tele van. Sziklával. No mindegy. Aha, valaki azóta ide költözött, de jó.
És elég aktív. Ez mi volt? A repülő bokroktól is megijedek. Igen, ez omlott össze. A lépcső szarság, amit ide építettem tegnap. A legutóbbi játékkor. Na szóval. Legyen az a terv, hogy fogunk egy szelíd állatot. Ez nem túl szelíd, jaj, bele a mérgező gombákba. És elindulunk lefelé. És mi történt? Kidobott, vicces. Milyen állatot fogjunk? Az a baj, hogy legalább egy raptor kéne. Bárány végül is itt van a közelben. Egy kis raptorral is el tudunk trappolni. Vagy pedig valamilyen repülő alkalmatosságot kéne összehozni, de az nem fog menni vas nélkül. És itt fent meg nem nagyon van vas. Ejtőernyő. Csinálok egy ejtőernyőt és beereszkedem. És egy világító át is kéne, hogy a ném leszek ne piszkálják megállás nélkül. Na ez lesz a terv. Amíg itt töltöget, addig legalább kitaláltuk a dolgokat. Tehát kéne egy világító állat. Az meg ott mit csinál? Semmim sincs. Ja igen, ez nem így működik. Pedig fog kelleni. Pedig fog kelleni egy nyavajáskő, és ezeket nem lehet fölvenni, kiütni nem lehet. Ez nem a 7 Days to Die. Ha. Na mindegy, menjünk lefelé. Arra van a lefelé, érdekes. Hoppá! Hoppá, veszi a köveket. Futás közben nyomkodja az ember, aztán vagy fölkap valamit, vagy nem. Na megvan a kő. Kéne egy kis fa. Ezekben a nagy fákban nem lehet kinyerni fát. Megvan a fa is. Oké, megvan a csákány. A világító állat. Noku. Azt hiszem ezekkel lehet szelídíteni. Vágjunk még egy kis fát. Meg egy kis követ, és akkor lesz paltánk is. Már meg is van. Oké.
Nagyon jó kis helyek vannak ezen a mapon. De hát nem lehet fölmenni. Na. Kérnék szépen egy világító állatot. Valami nagyon világít, de az nem állat. Itt is van. Ó, ezt mivel is lehet fogni? Shinehorn. Erre nem emlékszem. Hol vagy? Ezzel. De jó, de jó. Ott is egy kis Shinehorn. Hol vagy? Kis kecske. Mindjárt meg is lesz. Ez aztán tojik. Kilencvenhárom egész öt százalék. Jó. Na megvan, és akkor hangulat, fény. Így fogunk lemenni. Kell egy ejtőernyő. Bola sem árt. Fegyver, fákja. Azt most hagyjuk. Még egy kis fa, és akkor nyilvesszük egy pár darab. Fa, fa, fa. Piszkálni. Na nézzük. Ejtőernyő. Még egy nem lenne rossz. Így. És még egy pár nyílvessző. Esetleg begyártatjuk már előre az ágyat is oda. És ha kiütök még 30 fát, akkor erre egy faalapra le tudom tenni. Vagy pedig... sok minden egyebet is, akkor kő alapra. Ez őrület az állat. Szerintem. Oké, és oké. Akkor most már csak le kéne ugrani. Arra. És én éltem itt valahol. Arra felé. Jó messze, egészen a vízen túl. Enni vajon a ejtőernyőzés közben? Nem. Igen, ezt sejtettem. Menjünk elő egy fegyvert. Oké. Okay. Gyárts.
csompárnyéga vesszőt. Nem mit tudom, hogy gyártogassunk addig. Amíg repülünk, hopp, ezt kerüljük ki. Ahogy leszáll koma. Ajjaj. Állj meg, fordulj vissza. Nem akarok leszállni. Na, ezt nem sikerült elkerülni. Ja, igen, kapcsoljunk fényt. Jó. Ott a sok vas. De ott már nem fog tudni leszállni. Oh, ez itt mi? Az ott mi? Van ott egy rész, amit ismerek. Remélem, hogy arra tartok. Valahol itt. Vízesés, az nem rémlik. Ne szállj le. Oké, azt hiszem sikerült elkerülni. Platformok. Platform hátán. Áj, rosszra nem repülök. Nem ott volt, valahol arra volt pedig tutira. Na most már mindegy. Látjuk, most már belefutunk minden szarba. Potyognak le az égből a dögök. Csapat. Víz, inni kéne egyet, ha már itt vagyunk. Mindjárt elájulok a szomjúságtól. Na végre. Merre is volt az? Arra, úgy rémlik, hogy arra volt. Hát... azok ott megzabálnak. Talán nem vesznek észre. Vagy majd befutok a vízbe. Mi? Ne ijesztes. Be van kapcsolva a világító állat, nehogy már.
Valamiért úgy rémlik, hogy erre volt ez a hely. Hopp, az ott nem jó. Az kinyír. Itt volt valahol. Csak mintha lett volna itt egy nagy fa a vízben, ami most nincs. Ó, anyám, az elkap, kinyír. Itt meg egy bázis. Elég durván felszerelt. Na, menj már el valamerre. Elfelejtettem lerakni az ágyat. Nem jó helyen vagyok. Nem ismerős ez a környék. Oh. A francba. Király. Beleszorultam. Beleszorultam, és nem bírom lerakni az ágyat. És nem bírom megölni se. De ő megöl. Na, hát ennyi volt akkor. A viszontlátásra.